Amióta az ember a Duna mentén megtelepedett, az áradások alkalmával szállított hordalék lassan az ártér egészét feltöltötte. Ezáltal az ártérből korábban kiemelkedő magaslatok, hátak relatív magassága is egyre csökkent. És mivel a meded is feltöltődött, ez azt jelentette, hogy az árvíz egyre több korábban vízmentes pontot ért el és öntött el. A feltöltődés folytán egyre emelkedő árvízszint miatt néptelenedett el a török hódoltság korát átvészelő asszonyfalva Decs határában a 18. században. Hasonló sorsa jutott később Pandúr, Varád, Kákony és a régi érsek család is. Pusztulásuknak viszonylagos magasság csökkenésükön túl azonban már a Duna kezdetleges töltésezése is közrejátszott. A gátak közt megemelkedett víz pusztító erővel rohant rájuk, olvasható András Falvi Bertalan könyvében, mely a Duna szabályozás hatásait taglalja. Balázs Kovács Sándor, a szerző munkatársa és barátja is sokat kutatta ezt a témát. Amióta ember lakik itt a Duna mellett, azóta ugye felmerült már kezdeti időben, hogy a Dunát, nem csak a Dunát, hanem egyáltalán a vizeket szabályozni kell, mert ugye itt a Kárpát-medencében elég kacskaringósan folytak ezek a... Ezekről csak egy példát mondjak, amikor a 19. század végére a Duna szabályozás megtörtént, akkor csak Tolna megye és a déli rész, tehát az ország határig történni, 90 kilométert vágtak le a Dunából. Tehát belegondolhatunk, nincs is akkora körülbelül a Duna határán a Tolna megye területe, tehát jelentős mennyiség. Na most, ha azt belegondolunk abba, hogy maga a Duna, ez egy ilyen nagyon kacskaringós folyó volt mindig is, érthető módon, hisz itt a környékben ugye különböző hegyek és egyebek nem kényszerítették ugye a mederbe maradásra, hanem úgy változtatta a medrét, vagy változtathatta a medrét, ahogy éppen a víz akarta. És ezért alakult ki ilyen kacskaringos. Ezért van a mai napig az, hogy a Duna partján nagyon sok felé megtaláljuk a holtágakat. Amióta a szabályozás megtörtént, a Duna menti két nagy település, Vad és Tolna gyakorlatilag teljesen elszakadt addigi kapcsolatrendszerétől. Pedig Tolna az azt megelőző időkben, a török korban az egyik legnagyobb kikötőnek számított a térségben. A szabályozásnak ezzel szemben voltak kifejezetten nyertesei is. A környéken és Tolna megyében jelentős gazdasági változásokat is hoztak, mégpedig azt, hogy igen jelentős területek szabadultak fel a víztől, és ezeket a területeket mezőgazdasági művelés alá fogták. Én nem akarok más példát mondani, csak a Sárközt. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a Sárköz a Duna és a Sárvíz folyó közötti terület volt, mocsaras terület, vízjárta terület volt, és hát gyakorlatilag ez 1854-55-ben készült el, hogy a sárvizet a Sióval együtt a Taplósi Duna ágba vezették bele, és ugye Szekszárd fölött jutott a Dunába, nem pedig Bátánál, ahogy régebben. Így gyakorlatilag a Sárközt elkerülte névadó folyója, és itt ezen a területen, a sárközi területen a kiszáradás után hihetetlen minőségű fekete talaj maradt vissza. Gondoljunk bele, hogy ugye a nílusi kultúra is ugye a Nílus áradásaiból élt. Hát itt a Dunánál is, Duna mellett is hasonló jelleggel volt. És nagyon jó minőségű sárközi földek voltak, és nem véletlen, hogy a sárközi népviseletnek, a gazdag sárközi népviseletnek az alapját éppen ez a meggazdagodás okozta. Jelentős társadalmi változások indultak el a Sárközben a meggazdagodás hatására, mondja Balázs Kovács Sándor. Hisz a gazdagodás az mindig együtt járt, ugye társadalmi változása is. Egyesek jelentősen meggazdagodtak. Például elmondták azt az adatközlők, hogy Decs határába, amely határ tulajdonképpen a Sárközben a legnagyobb határ, több mint 15 ezer katasztrális holterület. Itt mindenki a lecsapolások után annyit foglalt, amennyit gondolt magának, hogy meg tud művelni. Persze arra is kellett gondolni, hogy a töltésváltságot megfizessék, tehát bizonyos fokig gazdagnak kellett ahhoz lenni, hogy valaki fölvállalhassa ezt a földterületet, de igen sok család meggazdagodott. Hát nem véletlen, ugye, hogy a 1950-es években a kulákrendszer idején Decsen 250 kulák volt.
ezen a 4000 fős településben. Úgyhogy ez is bizonyítja a gazdagságot, és a hirtelen való meggazdagodást, és hát természetesen a, megint csak a népviselet és a népi kultúrára hivatkozom. Csak a falvaknak a képét kell megnézni. Azokat a hatalmas, szinte többszintes házakat, mert többszintes, mert a padlást úgy építették, hogy kis szellőző ablakokkal, mert ott tárolták a nagy mennyiségű gabonát, amit a felszabaduló földek termettek a parasztságnak. És hát gyakorlatilag erre épült rá ez a hagyományos sárközi kultúra.